A június 9-i voksoláson azok a határon túli magyar állampolgárok is részt vehetnek, akik nem rendelkeznek magyarországi vagy más uniós országbeli lakcímmel. A levélben való szavazás feltétele azonban a névjegyzékbe történő regisztráció. A jelentkezés határideje május 15-e. Regisztrálni a Nemzeti Választási Iroda oldalán az nvi.hu-n lehet, ahol a levélszavazás fülre kell kattintani. Az EP választáson vajdasági magyar politikus is indul. A VMS-es Vicsek Anna Mária neve a Fidesz-KDNP listáján szerepel befutóhelyen. Amennyiben bekerül az uniós parlamentbe, Deli Andort váltva ő lehet az a politikus, aki képviseli Brüsszelben a vajdasági magyarok érdekeit. A szenzáció hajház tudósítások sokat árthatnak egy áldozatnak és családjának, mondta Zorán Pasalics polgári jogvédő a közmédiának a kis Danka Ilić esete kapcsán. A hatalmas tragédia mellett, amit a család átélt, a szörnyű tudósításokkal is meg kellett küzdeniük, hangsúlyozta. Szerinte a szenzációhajház cikkekkel ellentétes hatás érhető el, vagyis ahelyett, hogy segítenének az ügy felderítésében, csak tovább komplikálják azt. A TSC Atlétika Klubban folytatja pályafutását Világos Adriana. A kishegyesi gerelyhajító célja, hogy ott legyen az idei párizsi olimpián, Topolyán pedig minden feltétel adott ahhoz, hogy a lehető legjobb körülmények között készülhessen a versenyekre. Világos Adriannát több klub is szerette volna leigazolni, a kishegyesi atléta végül úgy döntött, hogy a TSC-t választja.